Van bármi is, ami szörnyűbb az embernél. A gonosz mechanizmusa az apokalipszis idején is működni fog. Ezt megértettem. Az emberek ugyanúgy plegykálkodnak majd, benyelnek a főnökségnek, megmentik a tévéjüket és a perzsabundájukat. Az ember még a világ előtt is ugyanolyan marad, amilyen most. Mindig ugyanolyan. Kievi utazási iroda Csernobyl turista utakat kínál. Kijelölték az útvonalat, amely a halott városban, kezdődik. A turisták megtekintik az üresen maradt, sok emeletes házakat, az erkére kiterített, megfeketedett fehér neművel és a gyerekkocsikkal együtt. Az egykori rendőrkapitányságot, a kórházat és a városi párbizottság épületét. Itt még megmaradtak a kommunista idők időkjelszavai. Még a sugárzás sem fog rajtuk. Az utazás tetőpontja, vagy ahogy a reklámfüzetben írják, a haba tortán, a fedélobjektum, egyszerűbben fogalmazva a szarkofág megtekintése. Roham munkában építették a felrobbant négyes energiablokk fölé, már régóta tele van repedésekkel, amelyeken keresztül halálhozó sugarakat küld a benne lévő nukleáris fűtőanyag maradéka. Lesz miről beszélni a barátoknak, ha hazaérnek. Mit nekik a Kanári-szigetek vagy Miami? A kirándulás végén lehet fényképezkedni a Csernobil hősei emlékére állított Sztélénél, hogy a történelem résztvevőinek érezhesse magát a turista. Az utazás végén pikniket is ajánlanak az extrém turizmus kedvelőinek. Ehetnek ebédre ökológiailag tiszta élelmiszereket, ihatnak rá vörösbort és orosz vodkát. Biztosítják az érdeklődőket, hogy kisebb dózist kapnak egy nap alatt a zónában, mint amikor röntgenfelvételeket készítenek róluk. Azt hiszik, hogy rém az egész? Tévednek. Nagy kereslet van a nukleáris turizmusra, különösen nyugaton. Az emberek új erős élményekre vágynak, ilyet pedig már kevés helyen találnak a világon, mert már túlságosan belakták, és könnyen hozzáférhető. Unalmas lett az élet, kellene valami örökérvényű. Keresse föl a nukleáris mekkát, mérsékelt árak. Ez a Pergamere Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban a novemberi közös könyvről, a Csernobili imáról szeretnék nektek beszélni. Bár már eléggé karácsonyi hangulatban vagyok, karácsonyi a pulcsim is, meg is mutatom. De még vissza kell térnünk ehhez a kemény témához, mert erről muszáj véleményt alkotnom, muszáj egy egész videót rászánnom, mert rengeteg mondanivalom van. Remélem, hogy sokan olvastátok velem a közös könyvet, mert szerintem ez egy olyan könyv, amit tényleg mindenkinek el kell olvasnia. Az öt könyv, amit mindenkinek el kell olvasnia a videómba, egyértelműen bele tartozna ez a könyv is, ha nem vettem volna fel hamarabb. Mert ez egy nagyon erős könyv, amiről beszélni kell, egy olyan téma, amiről beszélni kell. Megértem, hogy néhány embernek ez egy nem túl jó élmény volt ez az olvasás, de én pontosan ezt vártam ettől a könyvtől, és pontosan erre számítottam. Kezdjük ott, hogy ez a könyv nem arról szól, ami gyerekkoromban a fejemben volt Csernobíról. Én már a sorozatot a könyv előtt megnéztem, és eszembe jutott, hogy én régen mindig úgy gondoltam Csernobíra, ahogy sokan mások is gondolom, hogy kétfejű állatok vannak ott, hogy a növények mutánsok, és hogy az emberek is mutásként születnek meg, akik Csernobyl környékén laknak. Ebben a történetben nincs semmi ilyen skifi jellegű dolog, de az sincs benne, ami a sorozatban van, és amit lehet, hogy várna az olvasó ettől a könyvtől. Tehát ez a történet nem arról szól, hogy mi történt az atomerőműben, nem arról szól, hogy ki a hibás, és hogy hogyan tudták a sugárzást meggátolni, mit kellett tenniük. Ebben a történetben a Csernobilban vagy Csernobil közelében élők életét mutatja be, a hétköznapi emberekre gyakorolt hatását. Ennek az egész katasztrófának interjúk formájában így az egész könyv monológokból áll, minden nyilatkozó saját maga mondja el, hogy ő hogyan élte meg ezt az időszakot. Megtalálhatóak benne a férjüket elveszített feleségek, monológiai, a kitelepített magányos öregek, a semmit nem értő gyerekek véleménye mind-mind benne van ebben a történetben, és ezzel nagyon átfogóan érinti ezt a témát. Szerintem ez egy nagyon jó irány, ez engem sokkal inkább érdekelt, mint az, amit már a sorozatból megtudtunk, a száraz tények, a tudományos háttere annak, hogy mégis mi történt itt. Ebben a történetben minden nyilatkozó úgy jellemzi Csernobilt, mint a háborút. Ők a háborút ismerik, és abból merítenek, és valóban ez az egész történet hasonlít a háborúhoz, mert hogy jönnek a fegyveres katonák, kilakoltatják az embereket, és mindenki arra készül, hogy már is kitör a háború, és hogy valószínűleg azért kell nekik elhagyni az otthonukat. Miközben a fegyver az csupán a tömeg miatt van a katonák kezében, miközben maga a védőruha is csak a megnyugtatás miatt kerül rá az emberekre, valódi védelmet nem igazán nyújt. A sugárzás egy olyan láthatatlan ellenség, amit soha életünkben nem tapasztaltak az ott élők, moziban, könyvekben sem nagyon olvastak erről, ami egy-két könyv feljegyzés volt a sugárzásról, az atomrobbanásról, azt a kormány mind eltünteti, és senki nem tudhat erről semmit, és hát éppen ezért váratlanul éri az embereket, illetve ez egy olyan láthatatlan dolog, amit egy idő után nem is tudnak komolyan venni, mert hát valahogy élni kell, és az, hogy minden sugárzik, és hogy minden veszélyes az ember egészségére, az nem élet, nem lehet mindentől félni, és ezért egy idő után megszokják, és úgy vannak vele, hogy nem érdekli őket. És ezt teljes mértékben meg tudom érteni. Nagyon megfogott az a kijelentés, amikor az egyik nyilatkozó azt mondja, hogy ők úgy gondolták, hogy velük ilyen soha nem történhet, ahogyan mi is így gondoljuk a katasztrófákról, hogy nem velünk fog megtörténni. Mert hogy amit eddig olvastak, az volt a fejükben a rossz atom, ami felrobbanhat és ami veszélyes lehet, náluk pedig, ami a villanykörtét világítja meg, az a jó atom, ami semmilyen veszélyt nem jelent és ami soha nem robbanhat fel azt nyilatkozták, hogy amikor ők ezt átélték, akkor ezt ők nem fogták fel, mert hát az ember a saját kis gondjaival van elfoglalva, átsiklik az egészen, és ott akkor nem érti és nem tudja átérezni azt, hogy ő most egy katasztrófa kellős közepén van. A későbbiekben ennek a hatása az, ami mély nyomot hagy az emberekben. Minden lakó azt látja, hogy tűzeset tör ki, mivel hogy hívják a tűzoltókat, egy nagy tüzet látnak, füstöt látnak, aztán jönnek a katonák, kilakoltatják őket, és mindenki elkezd ragaszkodni az otthonához, a tárgyaihoz. Azt mondják, hogy két napra kell elmenni, de aztán soha többé nem térhetnek vissza. És mindenki próbál minél több dolgot magával hozni, ezzel kockáztatva az életüket, mert nem tudják elképzelni, hogy az az életükbe kerülhet, hogy ők elhoznak egy bundát, hogy ők elhozzák az ingüket. Nagyon mérges lettem, amikor ezt olvastam, és arra gondoltam, hogy miért vagytok ennyire emberek, miért nem lehet otthagyni azt a sok szart, minek az nektek teljesen felesleges, az életetekbe kerülhet, hogy azt elhozzátok, és aztán később elkezdtem megérteni ezt a ragaszkodást. A kitelepítetteket kiközösíti a társadalom. Hogyha valakiről meghallják, hogy Csernobili, vagy egyáltalán a zónám belül lakik, akkor már is elhúzódnak tőle, az iskolában a gyerekeket kiközösítik, nem játszanak velük, a felnőtt férfiakhoz nem közelítenek a nők, mert Csernobilivel nem fognak összeállni, velük nem fognak összeházasodni, mert nem tudnak velük hosszú távon tervezni, mert nem szeretnének tőle gyereket, mert ki tudja, hogy milyen baja lesz. És így valóban nem lehet élni. Az öregnénit a családja nem fogadja be, nem engedi be a házba, mert félnek, hogy a gyerekek megfertőződnek ezzel a sugárzással, és valami bajuk történik. Mit csináljanak az ilyen emberek? Visszamennek. Visszamennek az egyetlen otthonukba, ahol eddig is boldogan eléltek, magukban is eléltek, nincs senki másuk, a társadalom nem fogadja be őket. Hát természetes, hogy a saját régi otthonukhoz, a tárgyaikhoz ragaszkodnak, nem tudnak ezzel mit tenni, és az életüket kockáztatják, hát ez van. És ez rettenetesen elkeserítő, és ez eddig eszembe sem jutott, hogy valószínűleg ez történik azokkal, akik megélték Csernobilt. Ezek az emberek szépen lassan megszokják, hogy sugárzásban érnek, nem tudnak tovább félni, és ezt szorgalmazza a kormány is azzal, hogy eltusol a dolgokat. Például azok az emberek, akiknek szüksége lenne az információra, hogy mennyi sugárzást kaptak, például terhes nők, azok nem kapják meg ezt az információt, megtagadja tőlük a kormány, ha pedig kiad bármilyet, akkor hazudik, sokkal alacsonyabb sugárzást mutat, mint valójában, és így tehát az emberek nem filtatják tovább. Az orosz embernek természetes az, hogyha dolgozni hívják, akkor szó nélkül megy, és nem kérdőjelezi meg a munkát, egyszerűen csak megcsinálja, amit kell, aztán a kitüntetéseket, a plusz pénzt szívesen fogadja és büszke rá, és arra nem gondol, hogy ez az életébe kerülhet. Sőt, hogyha tudja, hogy az életébe kerülhet, akkor is elmegy. És hogyha valaki megkérdőjelezi, és felemeli a hangját, hogy ez mégis miben fog nekem fájni, és hogy kapunk-e egyáltalán valami védőfelszerelést, akkor az ilyen embereket pánikeltés miatt felállítják, vagy megbüntetik. Erről nagyon-nagyon eszembe jutott Orwelltől az állatfarm, ami pontosan ugyanezt mutatja be, ami itt Csernobírnál lezajlik. Közben eszembe jutott, hogy az ember a világ vége előtt sem változik, akkor is a legfontosabb neki a tárgyi érték, a kitüntetések, a hősködés. A láthatatlan sugárzás következménye nem olyan csúnya, mint amit gyerekként is elképzeltünk, hogy mutánsá változik minden és mindenki, Attól függetlenül borzalmas és elképzelhetetlen számomra, hogy emberek mennek az utcán, és egyszer csak összeesnek és meghalnak, és ezt mindennaposként, természetesként kezelik az emberek, már oda sem mennek a hullához, mert hát valószínűleg sugárzik, hogyha csak így meghalt, és akkor miért is nyúlnának hozzá. Emellett fogyatékos, többszörösen fogyatékos gyerekek születnek ebből a katasztrófából, és ez nagyon borzalmas. A könyv epilógus előtti utolsó elbeszélése erről szól, és hát ehhez kell gyomor, hogy ezt végigolvassátok, tényleg. Így senki nem tudhatja, hogy mikor fog rajta is kiütközni a betegség, ami ugye láthatatlan, és semmit nem tudnak tenni ez ellen az orvosok. Nagyon érdekes téma a könyvben és a sorozatban is az állatokról való gondolkodás, ami teljesen megváltozik, mert ugye a Csernobilban és környékén maradt állatokat le kell ölni, erre is csapatokat küldenek ki, hogy lelőjék őket, mert sugároznak, és mert ezt viszik magukkal, és mert a tehénből ezt a tehet már nem lehet felhasználni, ezért nem szabad, hogy életben maradjon. És azt veszik észre az emberek, hogy az állatok közel olyan okosak, vagy még okosabbak, mint az ember, mert ők hamarabb tudják, hogy mi az, ami nagyon sugárzik, és aminek a közelébe sem mennek, értelmezhető jeleket adnak azoknak is, akiknek az a feladatuk, hogy megöljék őket, és hát a sorozatban is ez az egyik legborzalmasabb rész, szóval, hogyha ezt nagyon nehezen viselitek, akkor a sorozatot azt semmiképp nem ajánlom, a könyvben ez nem ennyire durva, de azért itt is elég rendesen megjelenik ez. Később Csernobil és környéke menedékhelyi, zanándokhelyé helyé változik, ahova olyan emberek és családok költöznek, akik ki vannak rekesztve valami más miatt a társadalomból, vagy amiatt, hogy csernobiliak, és ez egy olyan közeg lesz, egy olyan közösség lesz itt a zónában, ahol mindenki megtermeli a saját ennévalóját, megtermeli, amire szüksége van, és így boldogan eléredegél, nincs felettük semmilyen kormány, nem fizetnek adót, mert ide nem merészkednek be az emberek, és békén hagyják az ítélő embereket. A zónát teljes mértékben kifosztják, ugye, miután mindenki elköltözik, a bútorokat, mindenféle tárgyakat eladják, és hát ezzel is egyre jobban szétszórják a sugárzást, és senki nem tudhatja, hogy Csernobylből van-e az a bútor, amivel minden nap összezárva él. Ezután jönnek a morbid viccek, amik szintén végig jellemzik ezt a könyvet, ami mutatja, hogy hogyan vélekednek már az oroszok is erről a helyzetről, nevetnek ezeken a vicceken, vagy fel sem veszik. Ezután bejön a katasztrofa turizmus, ami szerintem az egyik legdurvább dolog, hogy ide emberek járnak el azért, mert már nincs a pozitív kirándulásokban annyi behatás az emberre, hogy most már katasztrófát kell látogatni ahhoz, hogy bármilyen érzelmet kiváltson belőlük, és ezzel ők is kockáztatják az életüket, és elhiszik azt, hogy sokkal kevesebb sugárzás éri őket, mint régen, pedig most is ugyanúgy sugárzik az az atomreaktor. Az orosz nép tehát egy idő után felejteni akar, és nem emlékezni, maguk között már nem beszélnek erről a témáról, és csak az odaérkező külföldi tévéseknek, újságíróknak, íróknak nyilatkoznak arról, hogy mi történt velük. Számomra az egyik legmegrázóbb dolog az, hogy a Csernobyl utáni Csernobilnál született gyerekekkel és a Csernobil után született gyerekekkel mi történik, milyen jövőkép elé néznek. Ezek a gyerekek sokkal betegebbek, sokkal komorabbak, és egészen más a kapcsolatuk a környezettel, mint nekünk és mint az előttük élő embereknek. Hát azt veszik észre, hogy ezek a gyerekek úgy viszonyulnak a környezethez, mint ami fenyegető, a természet már nem játszótér többé számukra, nem mernek kezet mosni a patakban, nem mernek leülni a fűre, nem mernek bogarakhoz nyúlni, bogyókat szedni, mert azt tanítják nekik, hogy ezek mind sugároznak, és hogy ezért nem szabad hozzányúlni, és ez szerintem elviselhetetlen. Szóval ez egészen borzasztó, hogy mennyi oldalát mutatja be ez a könyv Csernobilnak, a Csernobil utáni életnek, és hát elgondolkodtam a történet végén, hogy vannak emberek, akik nem hiszik el, hogy Csernobyl megtörtént, és ezeknek az embereknek azt tudom mondani, hogy olvassák el ezt a könyvet, és próbálják felfogni azt, hogy mi van ebben, hogy bár nincsenek benne ilyen skifi elemek, helyette mégis itt van a halál, a kirekesztés, a szembesülés azzal, hogy ilyen megtörténhet a világban, és hogy így kell folytatniuk az életüket, hogy ez történt velük, és hogy ennek milyen hatása van a későbbi életükre. És ezután a könyv után szerintem senkiben nem maradt kétség afelől, hogy Csernobil és a Csernobili katasztrófa az emberiség egyik legnagyobb hibája volt. Ennyit szeretem volna mondani erről a könyvről. Nagyon meghatározó olvasás volt számomra. Ötből öt csillagot kapott, és kedvencnek is jelöltem, mert szerintem ez egy nagyon fontos történet. Én megértem, hogy nem mindenkinek tetszik, nehéz is olvasni egyrészt ezt a sok információt, feldolgozni ezeket a lehetetlen dolgokat, másrészt monolóként van minden egyes elbeszélés megírva, és ezért is nehezebb lehet olvasni, de nagyon is megéri végigolvasni, mert nem dughatjuk hamaggal a fejünket. Szerintem minden ilyenről érdemes olvasni és tájékozódni. Remélem, hogy érdekes volt számotokra, és nagyon-nagyon érdekel, hogy mi a véleményetek erről a könyvről, mivel értetek egyet, és mit tartotok fontosnak kiemelni belőle. Én ezeket szerettem volna mindenképp elmondani erről a történetről. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!